Az, amikor először egy 6,5-7 éves korú kislány megkérdezi az embertől, amikor bemegy és vizsgálja, hogy doktor bácsi, én akkor most meg fogok halni, ez nyilván mellbevágja. Én mindig azt mondom most is a szülőknek, hogy tőlem mindig azt kérdezzék meg, amire szeretnék tudni a választ. A Török Bálinti Tabita Ház az ország második gyermekhospice intézménye, ahol gyógyíthatatlan beteg gyerekeket ápolnak. A Tabitában nem csak olyan gyerekeket és a családjukat fogadják be, akik haldokolnak, hanem olyan krónikus betegségben szenvedő gyerekek is jöhetnek, akik 24 órás ápolásra szorulnak. Ma Magyarországon nem érvényesülnek azok a jogai, se a szülőnek, se a gyereknek, hogy választhasson, hogy hol akar meghalni. A kórházi életvégi ellátás helyileg megoldott, tehát van szoba, van ágy, van szék, meg lehet halni. Szemlélet nem adott. Gyerekhospiszház van, ugye kettő az országban. A harmadik lehetőség ugye ez az otthonápolás. Ehhez egy olyan otthonápolási rendszer kell, aki biztosítani tudja azt, hogy szakmai segítséget otthon kapjon. Ez a fajta lépcsőzetes rendszer nem működik. Van nővérhívó rendszer, van a gépeknek kiállás, a szülők egy ilyen kihúzható ágyon tudnak itt aludni, speciális gyerekfürdető ágy. Önkéntes képzéseket tartunk, tornáznak a gyerekek. Van egy saját könyvtárunk, tehát kifejezetten gyász, halál, gyerek elvesztéssel kapcsolatos filmek, könyvek. Van gyógytornásztunk, pszichoterapeutánk, foglalkozásterapeutánk. Nagyon sokat beszélgetünk, ezek a szülők nagyon meg vannak törve. Nagyon hosszú utat tettek meg már ezen az úton. Nyilván, hogy ezt elfogadni nem igazából fogják tudni most ebben a rövid időszakban. Egy életvégi beteggel itt mi beszélgetünk mondjuk akár napi másfél-két órát, csak az orvos, meg még a pszichológus, ezt a kórházban nem fogja tudni megkapni. Bátorkának egy ilyen beleszületett, vagy a születés követően kialakult agyvérzés és egyéb azzal kapcsolatos szövődmények vannak. Ő nem fog felnőtt kort megélni, de hogy most egy-két éven belül veszítjük el, vagy 3-4 év, ezt nem lehet megmondani. A szülő nem döntheti el a gyerek helyett azt, hogy meghalljon vagy éljen. Független szakértőknek kell eldönteni azt, hogy bizonyos beavatkozásokat meg lehet-e szakítani, vagy bizonyos ellátás alkalmazásától el lehet-e tekinteni. A szülőt tájékoztatja az orvos tím arról, hogy a gyerek nem megmenthető, és akkor addig kommunikálnak, jó vagy rosszul, ameddig meg nem állapodnak abban, hogy a szülő elfogadja az elfogadhatatlant, és azt mondja, hogy igen, akkor most aláírom, hogy ne élesszék újra, vagy aláírom azt, hogyha még azt is, hogy kapcsolják ki a gépet, vagy valami, és holott ez nem törvényszerű. A Bátorka például, hogyha most rosszul lenne, akkor őt kórházba kell küldeni. Tehát akkor én azonnal életet mentek, és beküldöm, mert ő nem életvégi beteg. Lehet, hogy meg fog halni, lehet, hogy valamikor majd, de nem most. Most nem az ő ideje van. Régen abba haltak meg nagyon sokan otthon, feküdtek az ágyban, csöpögtették ugye a szájukba az innivalót, a stb., de hát kiszáradtak és meghaltak. Na most ezt meg lehet, ezt az agóniaszakot infúziókkal nyújtani. Tehát bármennyire is szeretném, hogy az a gyerek még egy héttel tovább éljen, én úgy gondolom, hogy a hospice-nak az a feladata, nem feladat az életet meghosszabbítani. Akkor most azzal, hogy még napi fél litert a nővér kimegy, belecsorgat két óra alatt fél litert, hogy még két hétig ott a család zokogjon körülötte, és az nem, az nem. Ők nem élnek, ők sem. Ez az életvégi apartman. Szülő itt bent tud vele lenni, mondjuk az egyik szülő, de akár egy nővérbe jön mellé, és akkor kint van a család. Kegyeleti szoba azért nincs, mert mindegyik szoba kegyeleti.